Magasztos pillanatokon vagyunk túl itt Pálosszemkúton, Magyarország elismert, közismert kegyhelyén, Mária kegyhelyén. Bács-Kiskun megye különösen büszke erre a településére, és hát ez a pálosok főhadiszállása is. És hát egy nagyon különleges megtiszteltetésben van részünk, hogy a lengyelországi pálosrend vezetőjeként itt köszönhetjük. Milyen lelkülettel, hogyan érkezett, hogy fogadta a meghívást, atya? Hát számomra, ha magyar nyelvről van szó, ez mindig kihívás, mert föl kell készülni, hogy szép, megfelelő, érthető legyen, de nem ez a legfontosabb. Számomra valamennyire a szívembe él a Magyarország, Magyarország történelme, főleg ha hét életre nézünk, akkor én nagyon szeretek éppen itt a Szentkútra járni, többször is itt voltam, itt szoktam és pihenni, itt a Szuzonyánál, tehát nagyon szeretem ezt a nyugalmas, de tényleg Mária kegyhelyet. A másik dolog az, hogy mi pálosok nagyon közelbe állunk a Szuzonyához, tehát szolgálatunkban Mária kegyhelyeken szolgálunk, mint itt Magyarországon. Én Csenztahovában is ott vagyok, ott szolgálok Mária kegyhelyen. Tehát ezt a Mária, hát mondhatjuk légkört, nagyon szeretem is mellette lenni. Azért is nagy örömmel fogadtam azt a meghívót, ami számomra, amit mondtam, kihívás a nyelv miatt, de tényleg szeretetből tettem. Számunkra, magyaroknak mindenképpen hatalmas megtiszteltetés, hiszen tudjuk önről, hogy kifejezetten azért tanult a magyar nyelvet, hogy meg tudja szólítani a magyar híveket, a magyar testvéreket. Atya, hol tart ma a pálosrend? Ugye nyilván tudjuk, hogy történetét illetően majdnem egy idős a kereszténységgel. Magyarországon és egyáltalán Európában a pálosrend élete, történelme, története hol tart most 2022-ben? Hát ez jó kérdés, mert tényleg, hát ha Európára nézzünk, akkor tényleg egy kicsit más világ, mint például Afrika, Ausztrália, ahol is szolgálunk. De szerintem nagy remény van bennünk, mert vannak új hivatások, tehát nem csak Lengyelországban, hanem más országokban, szintén magyar földön is. De ami érdekes, ami számunkra fontos, hogy más kontinenseken is ott vannak a pálosok. Említettem Afrikát, Kamerunban nagy közösség alakul, többen már vannak a fiatalok, akik beléptek a rendünkbe, de Ausztráliába, Amerikába is vagyunk. Tehát tényleg van remény, persze hát vannak problémák, hát hét élettel, ezt mindenki tud, nem arról akarunk beszélgetni, de látjuk a jövőt, tehát nem úgy, hogy tényleg lefele megy az rendünk, inkább látszik rajta, hogy fejlődünk, más világba is oda megyünk Szuzonyával. Pázmány Péter azt mondta, hogy ha nem is idézem pontosan, hogy Magyarország történelme, története, jövője a pálosrenddel teljes, és a hanyatlása is a pálosrendhez köthető. Ez a misszió, amit önök végeznek, hogyan tud nyitni a mai modern rohanó világ felé? Hát igen, ez nagy dolog, de szerintem elsősorban tanúságtétel. Tehát életünk stílusa, ez szerintem vonzódhat a fiatalokat az Istenhez. Tehát nem az, hogy mit mondunk, persze fontos, de hogyan élünk, hogyan tudunk bánni az emberekkel, hogyan tudunk mutatni az életünkkel, hogy Istenünk fontos számunkra, hogy ez nem véletlen dolog, hogy én szerzetes lettem. Éppen Magyarországra nézve számomra nagy öröm, hogy újra kelt a rendünk 90-es években ezen a földön. Éppen én akkor még kispap voltam, és akkor újra kezdődött a kommunizmus után a pálosrend itt magyarországi működését. Na és látszik, hogy fejlődik. Ketten vagy hárman akkor voltak, most már 20 fölött vagyunk. Tehát fejlődik, talán nem olyan nagy lendülettel, de szerintem az a fontos, hogy életünkkel, tanúságtétellel tényleg itt vagyunk együtt a magyar néppel, a hívekkel. Nagyon szép gondolatokat fogalmazott meg a Szent Beszédében, a Szent Mise alkalmából. Mária országában, itt Magyarországon mi az az üzenet, amit röviden, tömören meg tudna fogalmazni?
amit nagyon szeretne ugye a magyarok és a magyar testvérek szívére helyezni? Hát szerintem a Krisztus az a erős sziklára építsük az életünket, és benne is van Mária tisztelet, ország tisztelete, ország szentjeinek tisztelete, de tényleg, ha mind az, ami fontos számunkra, ha vezet bennünket Krisztushoz, akkor nyugodt lehet minden magyar, mert tényleg jó úton vagyunk.